Több mint egy hete ilyen és hasonló képek járják be a világ sajtót. Görögországban, Törökországban, Horvátországban és Olaszországban is erdőtüzek tombolnak. A turizmussal foglalkozó szakember szerint a mediterrán térségben lassan hozzá kell szoknunk, hogy a forróság miatt egyes területeken bozót és erdőtüzek keserítik meg a turisták és helyi lakosok életét. Ha a tavalyi évet nézzük, akkor is rengeteg erdőtűz volt. Ha az idei évet nézzük, ugye akkor is már Horvátország, Spanyolország, Törökország, Görögország sajnos mindenütt jelen van, hiszen ez egy óhatatlan rossz dolog. Egy fél perc alatt ugye a kiszáradt avar, az hegyeket tud leégetni pillanatok alatt, és ha ehhez még hozzájön a szél is, ugye akkor ezt nagyon nehéz megfékezni. Ugye most az idei szerencsénk az, hogy Korfun már meg tudták fékezni az erdőtüzet, Rodoszon még nem, úgyhogy a Korfun lévő utasok, akár a vármegyei utasok is, ők már biztonságban vannak, és Rodosznál pedig ugye főleg a faliraki részre mennek a magyar turisták, nagyon kevesen mennek az északi részre, ahol most tombol a tűz, úgyhogy azt ott lehet mondani, hogy ott is a nagy többség biztonságosan tud nyaralni. Miközben a csalódott turisták ezrével próbálják elhagyni Görögországot, ez rengeteg problémát okoz a közlekedésben, vagy épp a foglalások átirányításában. Bicsérdi Rita úgy látja, az irodák igyekeznek segítséget nyújtani az utasoknak, ennek ellenére sokan félnek elindulni, és inkább lemondanák a nyaralásukat. Nekünk a saját utasaink is voltak, akik bejöttek, hogy szeretnék lemondani, voltak, akik felhívtak, érdeklődtek, hogy mi történik akkor, ha mondjuk el ezeket az információkat, hogy át tudják gondolni, és ennek birtokában tudjanak dönteni. De én azt gondolom, hogy azért a legtöbb bízik annyira az utazási irodában, hogy olyan helyre, ahogy az előbb is említettem, nem fogjuk kiutaztatni őket. Tehát most is van olyan terület, ugye, akik az északi részre mentek, hogy azok átfoglalhatnak más területre. Ugye jogilag nem vagyunk kötelesek ezt biztosítani, mert ez Viszmajornak számít, de azt gondolom, hogy ilyenkor azért fölülírja ezeket a jogi szabályokat az a mentalitás, hogy az irodának is hosszú távban kell gondolkozni, és segíteni kell az utasainknak, hogy ne csak a jogszabályokon gondolkozzunk, hanem azon, hogy ne csak akkor legyen utas az utas, amikor befizet, hanem amikor baj van, akkor próbáljunk meg segíteni rajta, és ez nálunk elsődleges szempont. A szakember úgy fogalmazotta, a külföldi utazást választó magyar turisták döntő többsége ma már köt utasbiztosítást, amely részben a koronavírus járványnak köszönhető. A COVID után az emberek 85%-a minimum köt biztosítást az utazásaihoz, mert mindenki úgy gondolja, hogy ha történik vele valami, ugye egyrészt van egy 24 órás magyar nyelvű ügyfélszolgálat, ahol tudnak neki segíteni, másrészt pedig azért nem mindegy, hogy van fedezet és ki tudják fizetni a biztosítók, vagy pedig ott neki helyben kell kifizetni, vagy később ugye átutalással rendezni ezeket a dolgokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ugye a COVID-nak tudjuk, hogy számtalan rossz hatása volt, de én ezt pont pozitívumként értékelem meg, hogy az embereknek egy kicsit változott a mentalitása, változott a gondolkodása, és egyre nagyobb mértékben kötnek biztosítást, pontosan azért, hogy minél kisebb káruk keletkezzen külföldön. Véleménye szerint a mostani rodoszi erdőtüzek is rámutattak arra, mennyire fontos, hogy minden külföldi utazás előtt regisztráljunk a Külügyminisztérium konzuli szolgálatának honlapján, mivel baj esetén így sokkal gyorsabban juthatunk segítséghez.